Sziasztok sportársak, üdvözöllek titeket a mai videóban. Eredetileg nem terveztem már a videót, mindig előre szoktam dolgozni, tehát mindig körülbelül 2 hétre előre megvannak a videóim és ütemezve vannak, de egy fontos téma jutott eszembe, ugye mai nap december 31-e van, szilveszter napja, és habár remélem, hogy sportolók nézik ezt a csatornát, akik nem isznak állandóan, nem vágják magukat touch részekre, viszont van olyan, hogy néha-néha lecsúszik egy-egy pohárka, ugye van, hogy élvezitek, nem részegettek le, és gyakran felmerül ez a kérdés, a csatornámon is kérdeztétek már többször, hogy mi a helyzet a sporttal, az alkoholfogyasztással. Tehát diéta, sportteljesítmény, alkoholfogyasztás összeegyeztethető-e egyáltalán? Igen, összeegyeztethető, hogyha nem isszátok le magatokat, tehát hogyha nem részegettek le, hanem csak lecsúszik egy-két sör, vagy egy-két pohárka, annak igazából nem lesz semmilyen hátrányos következménye a sportteljesítményetekre. Viszont figyelnetek kell arra, hogy számoljátok bele az ital kalória tartalmát a napi kalória beviteletekbe. Ezt vagy úgy teszitek, hogy megnézitek, hogy mennyi gram alkoholt tartalmaz az adott ital, vagy úgy, hogy egyszerűen megnézitek, hogy mennyi kalóriát tartalmaz az, amit isztok, és hogy konkrétan mennyit fogyasztatok belőle. Az alkohol az egy egészen érdekes dolog, mert részben úgy viselkedik, mint a szénhidrátok, részben pedig úgy, mint a zsírok. Hogyha bele akarjuk számolni a napi kalória szükségletünkbe, azt egyszerűen megtehetjük úgy, hogy mondjuk lecsúszik egy sör, adott esetben tartalmaz összesen mondjuk 120 kalóriát. Ezt a 120 kalóriát egyaránt levonhatjuk a szénhidrátokból, vagy a zsírokból, vagy vegyítve. Tehát számolnunk kell a kalóriákkal. Hogyha a nap végére ugyanannyi kalóriát fogyasztunk el, mint amennyit eredetileg terveztünk, de úgy, hogy lecsúszott mondjuk egy sör vagy egy-két pohárka, ugyanúgy haladhatunk a célunk felé, és igazából itt az a lényeg, hogy nem javaslom senkinek az alkoholfogyasztást, tehát nekem könnyű dolgom van, mert én nem szeretem az alkoholt. Én évente körülbelül 2-szer iszom alkoholt, abból az egyik az szilveszter este, ott lecsúszik mondjuk 1 vagy 2 pohár pezsgő. Nem akarom az alkoholfogyasztást népszerűsíteni, de hogyha alkalomattán lecsúszik egy-két sör vagy egy-két cider, az nem fog megártani, pláne úgy nem, hogyha számoltok a kalóriákkal. Ha ezt a csatornát nézitek, akkor tudjátok, hogy én mindig arra buzdítalak titeket, hogy legyetek tudatosak, mindig próbáljatok egy fenntartható diétát kialakítani. Tehát ez az ételekkel is így van, hogyha úgy van, akkor csúszson le egy-két kocka csoki, vagy csúszson le egy pizza, de úgy, hogy számoljatok a kalóriákkal, tehát hogy haladjatok a célotok felé. Tehát sokkal fontosabb, hogy ne kövessünk egy régi módi, befásult, ugyanazokat az ételeket tartalmazó diétát, hanem hogy legyünk flexibilisek, lássuk át az összefüggéseket, és próbáljunk egy fenntartható diétát kialakítani. Ez ugyanígy van az alkoholfogyasztással is. Nem kell teljesen megvonnotok magatoktól, hogyha szeretitek, hogyha jól esik egy-két sör, alkalomattán nem minden nap, és nem 10 sörről beszélek, hanem mondjuk egyről, akkor igenis csúszson le, számoljatok a kalóriákkal, de pont ez a lényeg, hogy a rendszert lássátok át, tudatosan, kontrolláltan végezzétek ezeket a műveleteket, tehát hogyha lecsúszik egy pizza, egy csoki, vagy egy sör. Mit érdemes továbbá tudni, hogyha alkoholfogyasztásra kerül sor? Ami a legesleg lájtosabb, az igazából a sör, annak körülbelül 5%-os az alkoholtartalma, körülbelül olyan 45 kalóriát tartalmaz, 100 ml-enként. A vodka, tequila, whisky körülbelül 205-210 kalóriát tartalmaz 100 ml-enként. Ami trükkös, mivel hogy nem tűnik annyira erősnek, és könnyű sokat inni belőle, a likőrök. Például a Baileys 100 ml-je tartalmaz 350 kalóriát. 350 kalóriát, úristen! Mert nem csak alkohol van benne, hanem sok zsír is. Legyen tervetek, tehát hogy pontosan mit szeretnétek inni az este folyamán, és hogy mennyit. Mentsétek meg azokat a kalóriákat a nap folyamán, mondjuk egyet kevesebbet, és keressétek ki az interneten, hogy az adott ital, amit inni szeretnétek, pontosan hány kalóriát tartalmaz. Így aztán könnyen számolhattok vele, és nem kell feladnotok a diétátokat, csak azért, mert mondjuk szilveszter este van, vagy mert mondjuk egy szülinap van. Hát, hogyha megvan, hogy mondjuk lecsúszik egy sör, abban a sörben összesen van mondjuk 150 kalória, akkor azt megtehetitek, hogy elosztjátok 4-jel,
mert ugye 1 gram szénhidrát 4 kalóriát tartalmaz, és megkapjátok gramban, hogy mennyit kell levonnotok a napi szénhidrát beviteletekből. Vagy azt a kalória mennyiséget, tehát ezt a 150 kalóriát mondjuk, amit bevittem italozással, eloszthatjátok 9-szel, és akkor megkapjátok gramban, hogy hány gram zsírral kell kevesebbet ennetek a nap folyamán. Eléggé szeles az időjárás, mellesleg éppen Hollandiában vagyok, Amersfoortban. Nagyon sokan követtek külföldről, Belgiumból, Németországból, Romániából, az Egyesült Királyságból, még Amerikából, Kanadából is. Írjátok le kommentben, hogyha nem Magyarországon éltek, és követitek a csatornámat, kíváncsi vagyok rá. És nagyon boldog új évet kívánok nektek, ünnepeljetek, érezzétek jól magatokat, csúszson le egy-két ital, hogyha úgy van, de módjával, nagyon fontos, legyetek tudatosak, és ne részegedjetek le. Tehát ez a fontos, hogyha lerészegedtek, annak mindenféleképpen negatív hatása lesz a sport teljesítményetekre, az egészségetekre, de hogyha lecsúszik egy-két pohárka, az igazából belefér. És még mielőtt elbúcsúzunk egymástól, szeretném megemlíteni, hogy létrehoztam egy Facebook csoportot, keressetek rá a nevemre, és a csoport az zárt körű, az a lényege, hogy minél többen összegyűjjünk olyan emberek, akik segítenek egymásnak, kérdéseket tehetünk fel, recepteket oszthatunk meg, hogyha van valakinek valamilyen problémája edzéssel, táplálkozással kapcsolatban, akkor válaszolhatunk egymásnak, hogy tudjatok egymással is kommunikálni, hogy interakcióba léphessetek egymással. És ez a csoport nem csak igazából az edzésről és a táplálkozásról szól, hanem arról is, hogy hogyan fejlődhetünk emberként, mik azok az akadályok, nehézségek, edzés terén, táplálkozás terén, vagy csak simán a mindennapok során, amiken igyekszünk átlendülni, és hogy hogyan sikerülhet átlendülni ezeken az akadályokon. Tehát nem csak az edzésről szól, hanem magáról az életről, magáról arról, hogy hogyan fejlődhetünk sportolóként, emberként, stb. És ha már a közösségről van szó, akkor nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, akik folyamatosan megosztják a videóimat, hogy eljuthassak az emberekhez, hogy eljuthasson az információ az emberekhez, és tényleg köszönöm a sok pozitív kommentet, amit hagytok, köszönöm a recepteket, köszönöm az ötleteket, amiket folyamatosan hagytok, illetve privát üzenetben írtok. Tényleg úgy érzem, hogy egy tök jó közösség kezd kialakulni, és pont ezért akartam létrehozni ezt a Facebook csoportot is, hogy tömörüljenek az emberek, ne csak velem lépjetek interakcióba, hanem egymással is, mert szerintem mindannyiunknak van tanulnivalója, mindenkinek van olyan tudása, amit megoszthatna másokkal, amitől mások élete, sport teljesítménye, boldogsága esetleg egy magasabb szintre léphet. De és miért ne tennénk? Tehát csatlakozzatok a Facebook csoporthoz, sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek, és még több videóval, még jobb tartalommal, még ütősebb videókkal fogok visszatérni 2018-ban. És írjatok kommenteket, írjatok kérdéseket, mert ezek alapján gyártom a videókat nektek, és ezek alapján látom, hogy mi az, amiről szükséges videót készíteni, mi az, ami esetleg homályosabb téma, vagy mi az, amivel kapcsolatban az információk esetleg ellentmondásosak, és hogy igyekezzünk a felhőket kicsikét eloszlatni ezekről a témákról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok, sportársak! Ja, és még mielőtt rosszra gondolnátok, nem azért vagyok szilveszternapján Hollandiában, mert annyira ütős partit tervezek.